Lévai Gál Katalin vagyok, szakmai igazgató helyettes, köszöntöm Önöket. A turisztikai képzésről szeretnék röviden tájékoztatót tartani. Mint tudják, gyermekeiket ágazati alapoktatásra iratták be, ami annyit jelent, hogy 9 és 10. évfolyamban turisztika ágazatot fognak tanulni, ezen belül olyan tantárgyaik lesznek, mint cukrászat, sütés-főzés, koktélkészítés, turisztikai alapismeretek, vendégtéri értékesítés. Ezekből 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát kell letenniük. Az ágazati alapvizsgát követően 11, 12 és 13. évfolyamban duális képzési partnernél fogják a gyakorlatok nagy részét teljesíteni. A közismereti tantárgyak, illetve a szakmai tantárgyak része itt az iskolában, a további szakmai tantárgyak pedig a duális partnereknél, a vállalkozóknál kerülnek megszervezésre. Iskolánkban mindig is nagyon fontos volt a két idegen nyelv ismerete, hiszen egy turisztikai szakembernek nélkülözhetetlen, hogy legalább kettő idegen nyelvet beszéljen. Ezért a beiskolázásba a turisztikai szakmánál már lehet alapnyelvet választani, ez angol, illetve német nyelv, és a következő évfolyamokban majd fogják tanulni a második idegen nyelvet a diákok. Gyakorlatorientált képzést próbálunk nyújtani a diákoknak. Ez azt jelenti, hogy projektoktatás, projektszemléletbe folyik a tanítás, amikor is az önálló munkán túl a csapatban való munka, a csapatban való gondolkodást tanítjuk a gyermekeknek. Ez majd a későbbiekben a vállalkozóknál kerül kamatoztatásra, hiszen ott majd a csapatban, munkahelyi környezetben kell tanulniuk a továbbiakban. 12. évfolyam végén a diákok előrehozott érettségit tesznek, magyar nyelv és irodalom, történelem, illetve matematika tantárgyból, 13. évfolyamban pedig turisztikai vizsgát tesznek. Ez a turisztikai szakmai érettségi annyit takar, hogy emelt szintű érettségi vizsgának megfelelő. Tehát 13. évfolyamban kettő bizonyítvánnyal fognak a gyerekek az iskolából elmenni, egy magyar érettségi bizonyítvánnyal és egy magyar technikusi végzettséggel. Köszönöm szépen a figyelmet! Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Németh József vagyok, a Podbáci Aladár Technikumnak a szakmai tanára egyrésztől, másrészt pedig a tánctanára. Szakmai tantárgyak közül a turisztikai alapismereteket, ezen kívül protokollt, marketinget tanítok, és nem mellesleg a 12. turisztikai osztálynak az osztályfőnöke vagyok. Tánc kapcsán lehet nálunk ugye a testnevelés óra terhén vagy keretén belül társas táncot tanulni. Ezt utána az iskolabálon, illetve az ehhez kapcsolódó koszorúcskán be lehet mutatni, vagy pedig a szalagavatón is készülünk a végzős diákokkal. Hát az idei év egy kicsit ugye más, mint ahogy ez a bejelentkezés is más. De igazából nem is én akarok erről bővebben beszélni, hanem a szakmáról, inkább a diákok, akik az osztályomból vannak, a 12. turisztikai osztálynak a tanulói, akik elmondják, hogy tulajdonképpen mi az, amit ez az iskola adott neki szakmailag vagy egyébként. Szakmai tanárainktól kapott elméleti tudásunkat nagyon egyszerűen fel tudtuk használni a két éves, ezen belül 140 órás gyakorlatunk során. Én például a Lővérhotelben voltam, mint gyakornok, a recepciónak további feladatait ismertem meg, és jobban beleláthattam a szakmarájtáján, amivel a lehető korpácisoknak nagyon ajánlom a Lővérhotelt, mint gyakorlati helyszín. Nyáron a Hotelsopronban voltam szakmai gyakorlaton. Nagyon tetszett, már különböző pozíciókban is beleláttam a szállodán belül, ilyen például a marketing, a pénzügy, illetve a recepció.
és a gyakorlatnak köszönhetően eldöntöttem, hogy a későbbiekben recepciós szeretnék lenni. A középfokú nyelvvizsgámnak köszönhetően a külföldi vendégekkel is szót értettem. Ez a nyelvvizsgám megkönnyítette a munkámat, amelyet az iskolának köszönhetek. Sok kiránduláson részt vehettünk az iskolának köszönhetően. Ezek között volt az is, mikor a Budapesti Gazdasági Egyetemre ellátogathattunk, az egyik tanárunknak köszönhetően. Ez azért volt különleges, mivel a zöld turizmusról hallgathattunk meg előadásokat, és ennek az volt a különlegessége, hogy különböző országokból érkeztek az előadók, és mindenki angol nyelven tartotta meg az előadását. Ennek volt még egy része, az pedig az volt, hogy a Fehérvárcsurgói Kastélyba elmentünk, és itt különböző fejlesztési terveket adhattunk a kastély tulajdonosainak. A mányaink során nagyon sok exkluzív kiránduláson vehettünk részt az iskolának köszönhetően. 9. évben legelőször Krakóba látogattunk el tanulmányi útra, ami Lengyelországban található. Ezek után 10. osztályban Észak-Olaszországban mentünk osztálykirándulásra, először Triestet és a kastélyt néztük meg, majd utána Velencébe utaztunk, ahol vezetett idegen vezetés keretében megnéztük Velence belvárosát, majd áthajókáztunk Murano és Burano szigetére, ahol megnéztük az ottani üvegkészítést. Ezek után visszafele pedig Ausztriában megálltunk még Klagenfurtban, ahol megnéztük a Mini Mundus kiállítást is. Iskola sok verseny lehetőséget biztosít a diákok számára. Jelenleg is egy projekt feladaton dolgozunk az osztályunk tagjaival. Ez a verseny a Tech Together Junior Győr verseny, amely az újrahasznosítással, illetve a városépítészet fejlesztési tervekkel kapcsolatos. Ez passzol is a mi szakmánkhoz. Mi az Eszterházi Kastély fejlesztési tervén dolgoztunk, és holnap lesz az online döntő. Remélem, hogy mindaz, amit most mindenki hallott, bizonyította, hogy érdemes hozzánk eljönni. Sok szeretettel várunk a Polpáci tagjai közé. Most egy volt diákokat szeretnék megkérdezni arról, hogy milyen volt Polpácisnak lenni, milyen volt ide járni ebbe az iskolába? Gergő, kérlek, mesélj nekünk valamit. Üdvözlök mindenki, Róga Gergőnek hívnak. Ide jártam Polpáci Közegiskolába 5 hosszú éven keresztül, és nem akarok senkit átadni, én élveztem az 5 évet, amíg itt voltam. Minden ember élet, mint szakmának szerintem sokat fejlődtem az iskola által, és mindenki csak arra tudok bíztatni, mint itt végzett diák, hogy jöjjön a Polpáciba, és végjárt az életi okost. Gergő, az iskola idő alatt hol volt látható a gyakorlatok? Milyen gyakorlati helyen vettél részt? Az iskola révén kerültem az Eszterházi Kastélyra kapcsolatba, ahol először szakmai gyakorlatomat végeztem, majd mint dolgozó tevékenykedtem, és úgy érzem, hogy ennél jobb helyre nem is kerültem volna. Nagyon sokat tanultam a kastélyban, mind az emberekről, mind a kiállásról, mind a kommunikációról, és tényleg egy kiváló gyakorlati hely volt a számomra. Máshol is voltál? Igen, egy éven keresztül. Azért is aludtam másfél éven keresztül a Fertőszépraki tájházakban, és ott tudtam a gyakorlatomat. És ez idő alatt megismertettem magában a térségnek a kultúrájával, de a lakás kultúrájával, az életmódokkal, illetve azzal, hogy azt kell bánni. A kassa mögül a turistákkal, de ott is tudtam találkoztatni a tárgyalatot, tapasztalatomat, amit az Eszterháza kastélyban megtartottam. Úgy gondolom, hogy a térségben nagyon reflektált helyen van a turizmus, és minden jel arra mutat, hogy ez a következőben nem csak, hogy így fog lenni, hanem fejlődni fog. Tehát rengeteg pénzt áldoz a kormány, a térségben lévő turisztikai desztináció fejlesztésére, és úgy gondolom, hogy ha ezt a desztinációt
színvonalas és csábító helyre akarjuk tenni, akkor bizony nagyon jó szakemberekre van szükség, és úgy gondolom, hogy a környékben rengeteg szakember alany van, akikből majd a későbbi évben kiváló szakemberek nőhetnek ki, itt a formáció alatt a környékiskolában. Még egy nagyon érdekes kérdésem lesz a Gergőhöz. Mit kapott a polgárságot azon kívül, szakmai kibász szerződött? Nagyon sok mindent kaptam az iskolától. Szokták mondani, hogy olyan leszel, amilyen emberek körülvesznek téged. És úgy gondolom, hogy itt az iskolában tényleg módja van arra az embernek, hogy olyan személyekkel legyen kapcsolatban, akit tanulni, akik által több tud lenni. Úgy gondolom, hogy egész életfelfogás, szemlélet számomra. Igen. Ezt hívjuk mi úgy, hogy a portáci szellemiség. Nagyon szépen köszönjük Gergő, és további sok sikert. Köszönöm szépen, mindenkinek ajánlom, hogy legyen korszácsi diák, és éljél át az életérzést. Úgy csáll. Legyen, viszlát! Jó napot kívánok, kedves érdeklődő diák, kedves szülő, szeretettel köszöntöm Önöket. Az én nevem Szabó János, Szabó Zabine, német nyelvtanár vagyok a Porpáci iskolában. Jelen pillanatban vagyunk a 11. T-osztályban, turisztikai osztályban, ahol szakmai németet tanítok. Sok mindent mondhatnám a szakmai német nyelvről, hogy miket tanulunk, mit csinálunk, de szerintem jobb és élethűbb, ha a diákjaim el is mondanának, miről is van szó. Átadok a szót a Lőrinc Martinának. Jó napot kívánok! Lényegében az üzleti kommunikációs óráinkon, ez a heti 2-3 alkalom igazából, Szabine tanárnővel különböző szakkönyveket szoktunk használni. Ugye első évben a Zimmerfreit, aztán Herzlichwillkommen, a második éven, harmadik éven pedig Dolce Hotel a tankönyvünknek a címe. Tulajdonképpen olyan témákkal foglalkozunk, ami a turisztikai szakterületen előfordulhatnak, akár gasztronómia terén, akár hotelekben, illetve utazási irodákban. És ezeket a különböző helyzeteket, illetve szakterületeket dolgozunk fel témánként. Azokat a feladatokat, azokat a napi dolgokat, amelyek egy munkahelyen elvárhatók. Másrészt pedig, és szerintem ez legalább annyira fontos, mint maga a szakmai tudás, elsajátíthatják a gyakorlati helyen azokat a viselkedésformákat,
vagy szituációkat is a diákok, amelyek egyébként a napi átlagos munkavégzés vagy az élet bármely területén is hasznosak lehetnek. Gondolok itt például arra, hogy két idegen nyelvet tanulnak itt az iskolában, az idegen nyelvet pedig bárhol máshol, nem csak a turisztikában fel tudják majd használni. Vagy olyan általános ismeretekkel is gazdagodhatnak a diákok, amelyek általában az élet bármely területén segítenek majd nekik eligazodni. A másik dolog, ami szerintem fontos az itteni duális képzéssel kapcsolatban, hogy kiterjedt lesz az ismeretük, tehát nem csak kimondottan a szakmai témákat fogják tudni elsajátítani a diákok, hanem mindent, ami ehhez kapcsolódik, vállalkozási ismereteket, munkajogi ismereteket, marketing ismereteket, reklámból fognak tanulni rengeteget, és egyáltalán, hogy az életben ezt fogják tudni majd használni másfajta területeken is. És felmerülhet esetleg a kedves szülőkben az a kérdés, hogy jelenleg a mostani körülmények között van egyáltalán értelme turizmussal foglalkozni. Én ezzel foglalkozom, gyakorlatilag folyamatosan ebben éltem, és nagyon bátran azt merem mondani, hogy igen. Mégpedig azért van ennek jelentősége, mert a turizmus az mindig van, mindig lesz valami pontok, de a jövőbe kell, hogy tekintsünk, és ez az iskola pontosan arra neveli a diákokat, hogy mindig egy picit előre kell gondolkodni, és olyan dolgokban kell látni a lehetőségeket, amelyre mások még nem gondolnak. A turizmus is egy ilyen területe lesz az életnek, én azt gondolom. És amire a mostani iskolázandó diákok eljutnak arra, hogy végre kiléphetnek a nagybetűs életbe, meg lesz hozzá a gyakorlati tapasztalatuk, meg lesz hozzá az a mélység a tananyag szempontjából, ami ehhez feltétlenül szükséges lesz, és addig, amár a turizmus újra ott lesz azon a helyen, ahol neki lennie kell. És van még egy dolog, amit nem szabad elfelejteni, az a hely, ahol ők mindezt el fogják sajátítani. Nem csak a Korpárcira gondolok, magár az iskolára, hanem a térségre, ahol az iskola megtalálható, a Fertő térség. És azt tudjuk, ez már most bizonyos, hogy hihetetlen nagy fejlesztések fognak itt következni a következő néhány évben. Tehát amire a diákok végeznek, olyan munkahelyeik várják őket, amelyekben én azt gondolom, hogy nem csak anyagi jellegű biztonságot, hanem hihetetlen karrier lehetőséget, és rengeteg kihívást is fognak majd találni. Úgyhogy én nagyon jó szívvel biztatom a szülőket, hogy választják a turizmust, és éljék meg azokat a lehetőségeket, amelyek ebben várják az érdeklődőket. Szép jó napot kívánok, én Lévai Gál Katalin vagyok, és jelenleg most a 9 turisztikai osztályban vagyunk, turisztikai alapismeretek órán, ahol is vendéglátással foglalkozunk. Nagyon rövid leszek, beszéljenek helyettem a gyerekek, megkérdezek két diákot, hogy miért is választotta a mi iskolánkat. Kira? Horváth Kira vagyok, Kapuváról jöttem, és azért választottam ezt az iskolát, mert nagyon megtetszett a turisztika szak, és szeretek utazni és kirándulni, és ha felnövök, szeretnék idegenvezető lenni. Larát is megkérem, hogy ő is mondja el nekünk, hogy miért is választotta Fertődön a Porpáci technikumot. Horváth Lara vagyok, 15 éves. Azért választottam ezt az iskolát, mert nagyon megtetszett a szakma, a nyílt napokon is nagyon érdekes dolgokat mutattak be, és az idegenvezetői szakmahoz engem is leginkább. Nagyon sajnáljuk, hogy idei évben a leendő korpácisok nem tudnak eljönni megnézni az iskolánkat, de reméljük, hogy ezek a kis rövid betekintők kedvet adnak ahhoz, hogy mindenki ide jöjjön hozzánk a Porpáciba tanulni, turisztikát.